कृष्ण भाषम सुंदर की जाय, शील प्रभुपाद की जाय। ओम ज्ञानते निरंदस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Magyarázatban Srila Prabhupád fő egyik akcentus, ami sok embernek nehéz megérteni, hogy miért jó imádni Sivát, de mi a megfelelő is. Jó az, hogy lehet szerezni teljes lelki megvalósítást, de rögtön itt a nagy rész magyarázza, hogy ez milyen módon csak lehet. Hogy ember el tud tévedni, hogyha nem megfelelő módon látja az Úr Sivának a helyzetét, és imádja. És mondja, azok, akik kevésbé intelligensek, azok legalább megértenek, hogy lelkek vagyunk. Nagyon intelligensek nem fognak ezen megállni, hanem tovább meditálva az Úr Sivának a természetére, meg fognak érteni, hogy ő a legkiválóbb Vaisnava, és akkor Vaisnava válhatnak az intelligens emberek. Ezek a jámbor lelkek, akik tiszta tudata valamilyen szinten rendelkeznek, mondhatjuk, hogyha a múlt életeknek, a jámbor cselekvésének gyűjteménnyel rendelkeznek, bankszámlával, szukritik. De nem csak a szukritik, nem csak a jámborok fordulnak Úristen, Úr Sivához, hogy imádjanak, hanem duskritik. Azok, akik bűnös cselekedést végezték múltba, és lehet, hogy most is erre vágynak, duskritotta. Ők pedig, hogyha mondjuk kevésbé intelligens ember imádja Úr Sivát, akkor ő legalább anyagi javakat akarja. A bűnös ember azért imádja Úr Sivát, hogy ő uralkodjon, hogy ő legyen Isten. Mint a Hiranyakasipu, ugye ő bűnös volt, ő nem Úr Sivát imádta, de félistenek az imádata az hasonló. És akkor Krisna is mondja a hetedik ének fejezetben, Bhagavad Gita-ban, hogy a jámborok között kevésbé intelligensek, alpa az azt jelenti nagyon pici. Pici, olyan kis csepp, alpa, kevés intelligenciával rendelkeznek. Jajsisi, Lakshmi Narisimha Dev Bhagavan Ki Jai. Azok pedig, akik gondolják, hogy minden egy, Shiva, Vishnu, te Isten, én vagyok Isten, azokat Krishna mondja Bhagavad Gita 7. fejezetben, a Buddhaya. Nulla intelligencia, nincs, hiány, nincsen. Mint a, ki volt? Vrikaszura. Volt egy Abudaya démon, Vrikaszura, a Krishna könyvben gondolom mindenki olvasta, az nagyon jó kis történet, amikor démonok is imádják valakit. És vezekelte, imádta Úr Sivát, Vrikaszura, mert akarta teljesítve legyen a vágy. Végül Úr Siva, persze Asutas, ez a neve Úr Sivának, ami azt jelenti, hogy könnyen elégedeti tenni, és megjelent Vrikaszura előtt, és mondta, kedves Vrikaszura, milyen áldást kérsz tőlem? Hát ugye Istennel akart lenni, hogy ő akart lenni a leghatalmasabb, akkor mondta, hogy én szeretnék, hogy bárki, akihez kezemmel hozzáérem a fejéhez, akkor az szétrobbanjon, és akkor én fogok győzni akkor. Így gondolta, hogy akkor ő legyőzhetetlenre válik, és akkor ő becsapja mindent, ő a legokosabb az univerzumba.
Általában a démonok úgy gondolják, hogy ők a legokosabbak, és majd akkor ő lesz Isten. Mert utána még a Úr Visnónak is fejhez érintem a kezemet, bum. És mondta Úr Siva, oké, tatásztó, így legyen. Mondta, jó, akkor gyere, most kipróbálom, nem csopta le be engem. Siva gondolta, oppa, jó kis áldást adtam, mintha nekem megölnek itt. És akkor elkezd menni, közelíteni Úr Sivát, Vrikaszura. Hát Úr Siva gondolta, hát nem csoptam be, ezért most kell menekülnöm is. És akkor elkezd menekülni. Végül Úr Visnunál vette menedéket Úr Siva, és Vrikaszura oda rohan, nem tudjátok, ilyen vörös a szeme, hol van ez a Siva? És Úr Visnu mondja, jó, nyugodj meg, semmi rendben, minden rendben van, nincsen baj. Mi történt, mi van a Siva? Hát Siva adta nekem ezt az áldást, hogy bárkinek a fejét megérintem, a szét fog robbanni, és akkor én most a Siván ki akarok próbálni. Azt mondta, te nem tudod, hogy Úr Siva egy kicsikit nincs magánál. Ő nem mindig tudja, mit beszél, nem mindig jókat csinál, néha egyet mond, másikat csinál, és hát ő ilyen, és akkor mondta egy Úr Visnu, hogy megvédjen a baktáját. Azt mondja, és valójában, és ahogy én ismerem az Úr Sivát, biztos becsapta téged. Biztos. Nem működik. Nem hiszed? Na nézd meg, csak érint meg a fejedet, meglátod, nem, semmi. Tényleg. Buf. Ez történik a démonokkal, amikor akarnak ők lenni, a uralkodók másokat bántani, végül ők robbanak fel. Na most, visszatérve ide a vershez, ami jobban minket fog érinteni gyakorlati szempontból, a Száti itt a versben kettő dolgot mond. Mondja, hogy elkövetél egy sértést az Úr Siva ellen, és még másik szót, ami magyar fordításban van, ez a irigységből. Senki se irigy az Úr Sivára, mint te. Mondta, ugye Száti, hogy a Siva, ugye maga a neve ezt tisztítja. Prabhupád magyarázatban mondja, hogy Siva azt jelenti, hogy mangalam. Kedvező. Mindenki, aki megfelelő megértése Úr Sivát közelítei, egy gondol rá, mint egy legkiváló vásnávra, aznak a tudatja minden bűnös visszahatástól meg fog tisztulni. És itt pont a Daksa, aki rendelkezett irit természettel, és sértő volt. És hogyha mi megnézzük, mik ezek a irítség és a sértés, ezek az anarták, ugye? Mit jelent, hogy anarta? Arta mit jelent, ki tudja? Arta. Arta kedvező, cél, érték, az is jelenti, érték. És an, mondjuk anta, mit jelent, anta? Végtelen. Nem. Ugye? Mit jelent? Véges. A vége. Ant ez a vége. Amikor mondják Vedanta, Vedanta. Ugye ez a tudásnak a vége. Vedanta. És anta azt jelenti, hogy vége. És ananta, ananta, végtelen. Ugye? Ellentétet mondja. Hogyha anta vége, akkor ananta, ananta, végtelen. Hogyha arta azt jelenti, hogy érték, akkor anarta azt jelenti, hogy ellentétes, káros, rossz. Szóval nem csak, hogy értéktelen, hanem értéktelen, ez egy ilyen semleges dolog, hanem káros. Szóval, hogyha ellentétesben nézünk. És gondoltam, hogy frissítsünk fel egy kicsikét az anarta tudományát, amit mindenki már 30 évig minden nap csinálja. Anarta Nivritit, lehet valaki már 20 éven túl van ezen, nagyon jó. És utána megnézzünk, hogy nálunk mi az a egyszerű dolgok a közösségben, hogy
fájdalom nélkül szabaduljunk a nartaktól, mert anarta nivrita, ez egy fájdalmas út. Már valaki észrevette? Akkor nézzük meg, hogy lehet egy kicsit fájdalomcsillapítót bevenni, és akkor erről fogunk beszélni, de előbb frissítsünk fel az anarta tudásunkat. Megyek egy kicsit táblára írogatni. Nem lehet, hogy nem kell állvány. Akkor hány típus anarta létezik? Négy anarta. Oké. Akkor az első anarta, első típus, Riddhaurbhayam, ugye? Riddhaya. Most én nem fogok tudni pontosan a szanszkritul írni. Riddhaya, Daya, Dhaurbhayam. Bhayam. Jó. Riddhaya mit jelent, ki tudja? Szív. Dhaurbhayam, durba, durvasa, durborder, gyengeség. Szív gyengesége. Nagyon jó. Kettes. Na most nem pont, nem kell sorrendben menni egyes, kettes, de négyet felsoroljunk. Asat, mondjuk. Milyen asat? Trishna. Trishna. Mit jelent, hogy asat? Ideglenes, ami nincs, ami nem létezik. Illuzorikus. Ideglenes, mindent lehet mondani. Trishna. Szomjazás. Igen. Hármas. Fotó. Aparát. Fotóaparát. Akkor mi lesz? Németül segítek. Fotóaparát. Akkor mi van? Aparát. Ugye? Aparatha. Vagy D-vel? D-vel. Jó, figyeltek. Nagyon jó. Teszt az ébresztésre. Ki, aki ébren van. Jó. És negyedik. Segítek. Tátva. Tátva. Bharama. Tátva Bharama. Oké, akkor ez a szív gyengesége, ez a szomjazás az illuzorikus élvezetre, akkor Abharatha, ez a sértések, ugye, amikor sértőbb élőlények irányt, vagy más dolgok irányt, és Tátva Bharama, az azt jelenti, téves felfogás, hogy én, hogy mondjuk ez így magyarul, hát igen, tévedek, az én megértésem az téves. Na most gyorsan megnézzünk ezeket, és utána kiderítjünk, hogy hol van ez a kettő szó, ami Sati használja. Akkor ő használja, sértő vagy, és használja, hogy irigy vagy. Ki tudja, már mindegyik négy, a Riddhaurbhayam négy kategóriából áll, Asat Trishna négy kategória, mindegyik négy kategóriából áll. Mondjuk, Riddhaurbhayam milyen négy kategóriából áll? Tudja a Sakti. Ops. Ragaszkodás a jelentéktelen dolgokhoz, tudja a Sakti. Ez az egyes, kettes. Matszárja. Matszárja. Jó. Mit jelent, hogy matszárja? Irítség.
Jó? Utána kuti. Milyen kuti? Náti. Kuti, náti. Mit jelent? Kíváncsi. Kíváncsi? Mire? Ki kíváncsi? Nem, a kuti, náti, ez nem egyenes valaki. Két arcú, két színű, igen, hát itt, igen, több két színű, két arcú, nem egyenes, bonyolult, ugye? Mert hogy mondja a Bhakti Siddhanta Sarasvati, akkor a Vaisnávának a fő tulajdonsága az milyen? Egyszerű. A kuti, náti, ez ellentétes, nem egyszerű, nagyon nem egyszerű. Két színű. És ami nagyon ismerős lesz, utolsó. Igen, Svapratista. Svapratista. Mit jelent Svapratista? Büszkeség, hogy én szeretnék mindig kilógni a sorból, hogy lássanak, hogy ki itt a legjobb. És mikor nézem a tükörbe, akkor mindig mondom a mantrát. Tükör, tükör, mondd meg nékem, ki a leg. Ez a Svapratista. Amikor próbálunk kilógni a sorból, és hogyha valaki jobb nálunk, amiben mi jók vagyunk, akkor ez nekünk nagy fájdalmat szokott okozni. És mi mindent megteszünk, hogy vagy eltűnjen ez az ember, vagy ne legyen legjobb, hogy én legyek a legjobb. Akkor ez a négy. És akkor a matszárja itt van. Ugye Sati Devi mondta, hogy irítség. És a irítség ide tartozik. A szív gyengeségéhez. Mi most nem megyünk a anartha teljes minden tanulmányozásba, csak egy kicsit így frissítünk, mert más a cél. Oké, akkor utána beszéltünk, következő volt. A Satrishna. Igen, a Satrishna. Most csak így. A Satrishna. Neki is van négy. Ki tudja esetlen? Bukti. Anyagi javák felhalmozása, és annak van másik, nem tudom mi a neve Bukti-nak, a másik, ez a mennyi élvezetre vágy. Ez ide tartozik, ez a Bukti is, talán Bukti. Akkor a harmadik, Siddhi. Mit jelent a Siddhi? Misztikus képességek, igen, misztikus tökéletességek. És egyszerű az utolsó, akkor mi lehet? Mukti. Nagyon jó. Mert ahol van bukti, ott van mukti. Mit jelent, hogy mukti? Hogy? Felszabadulásra való vágy. Igen. Szóval ezek a Satrishna szomjozik ember ezt gyakorolni, és ezért ugye ezt akadályozza, hogy legyen tiszta odaadó szolgálat. Ridár Durban, mert most nem, majd, mikor most el fogok utazni, de majd jövök, majd lehet, hogy megnézünk, jobban belemegyünk, hol vannak a, melyik a legveszélyesebb, anartha, melyik kevésbé, meg ilyenek. De most megyünk, következő volt a Ridár Durban, akkor most megnézünk először a Tattva Brahma, és majd utána megnézünk aparát. Akkor Tattva Brahma, ugye ez volt a negyedik, téves felfogás. Mit jelent a téves felfogás? Van négyféle téves felfogás, egyik Sva, Tattva Brahma, hogy írják, az azt jelenti, hogy téves felfogás, én ki vagyok. Nem vagyok ebben tiszta, hogy én lélek vagyok. Hallottam, de cselekszek, mint egy test, akkor még mindig a felfogásom még nem tiszta. Akkor Para Tattva Brahma. Ki Isten? Én vagyok, te vagy,
vagy személytelen, vagy ez a világisten, összes variáció ide lehet berakni, hogy mire gondolják emberek, hogy ki Isten. Akkor Svatatva Paratatva Brahma Sadhana Sadhya. Sadhya Paratatva Brahma. Téves felfogás, mi a lelki gyakorlat? Ugye emberek gondolják, hogy ma voltunk, tegnap voltunk, a jogáztunk, és akkor a lelki gyakorlat volt, csináltunk savasanát, Surya Namaskárt, lelki gyakorlat. Vagy Hasya Yoga, mentük és kiabáltunk, nevettünk, vagy reikiztünk, ez a lelki szadana, ez a fejlődésünk. Vagy valaki mondja, nekem az a szadanám, hogy én elmegyek a moziba, és a védek szempontból megnézem a filmeket, hogy jobban megértsek, hogy hogyan működik az anyagi energia. Amikor vagy gyógyítani másoknak, hogyha valaki gyógyítja, vagy harmadik szem, akkor én lelkileg fejlett leszek, aurát látok, Shambhala Prabhu, olyan aurád van, fú, hát ezt tudod? Egy létrát látom, tőled megy fölfele. Ezek reális dolgok, Lila Shambhala Prabhu tudja. Szokták nekünk felnyitni a szemüket. Szóval így, és akkor utána Virodhi, út negyedik, Virodhi, Visaya. Visaya. Tátva Brahma. Ez azt jelenti, hogy én nem tudom, mi az, ami káros a lelki életnek, mi az, ami akadály. Hogy társulni, ugye a satsanga, ugye társulni emberekkel, akik nem gyakorolnak senki lelki életet, akkor hát ez nem rossz. Vagy enni össze-vissza mindenhol mindent, annyi sok minden van, ami ember gondol, hát ez mi, ez nem baj, hát ez nem káros nekem, a lelki életemnek. Szóval ember, amikor egy téves felfogásban van, ugye múltkor, mikor beszéltük szamszkárokról, hogy van kétféle szamszkár, anyagi és lelki szamszkár, és amikor ezt nem tudom, akkor anyagi szamszkárokat erősítem benne magamba, és annál jobban elfedi a lehetőségeket megkapni lelki szamszkárokat. Szóval itt ez a probléma. Ez nagyon könnyű, mert ezt az egész anártát, Tattva Brahmát meg kitisztítani a tanulás, a védák tanulmányozása lehet. Mert hogyha tanulunk a védákat, Bhagavad Gita-t, megértjünk, hogy mi a természetem, ki a Krishna természete, mondjuk odaadás nektárja tanuljunk, vagy Vishvana Chakravartita kurnak a Madhurya Kadambini, akkor megértjünk, mi a szadana, mi a szádja, ugye a szádja ez a mi a cél, és végül meg fogunk tudni, mi az, ami kedvezőtlen a lelki élethez. És itt a visája, ez pont azt jelenti, hogy anyag élvezet, ez kedvezőtlen az anyag élethez. Szóval ez tanulmányozás által kitisztítható. Hogyha valaki, úgy mondják, svadhyája, foglalkozik sásztra tanulmányozással. Ezért, hogyha észrevettétek, erről mi nagyon ritkán halljunk, vagy lehet, hogy nem is hallottunk még. Mert ez nem annyira baktáknál, nem annyira vészes. Mert mi ma amúgy tanulunk mindannyian, és akkor ezt kitisztulni, mert nem is tudtunk, hogy volt ilyen anartánk. De most nézzünk a negyediket. Aparadha. Annak van négy. Milyen négy sértés van? Náma. Náma. Vaisnava. Széva.
Dzsiva. Dzsiva, igen. Ops. Dzsiva. Jó, akkor gyorsan magyarul elmondjuk együtt. Akkor nama parata, ez mit jelent? Sértés? A szentnél Hare Krishna mantra ellen. Vasnava, szentek ellen, ugye sértő lenni. Széva, bhakti gyakorlat által, bhakti gyakorlat közben, ugye? És dzsiva, mások élőlények irányt sértő lenni, igen. Melyik a legveszélyesebb? Vasnava. Utána? Náma. Igen, ezek a legveszélyesebbek. Igen. A gyökér összes aparát. A Ridá Durbayam nem véletlenül átnéztünk. Macária. Ugye? És érdekes, majd, ahogy mondtam, kicsit később ezeket átmegyünk, de a Ridá Durbayam négy féle anartának vannak eredményei és gyümölcsei. És az irigység, az egy, hogyha valaki irigy, az fog eredményezni irigységet. Mert Bhaktinatakur, Visvanachakra, Artitakur ezeket mutatják. Szóval ez egy nagyon veszélyes, mert ez erősödik nagyon erősen. Jási Sirad Hashem a Sundara Ki Jai. És utolsó 10 percben beszéljünk arról, hogy ahogy említettem, most analizáltunk az anartákat, de hogyan tudjunk fájdalom, minimális fájdalom van a szívünkbe, méregteleníteni a szívünket anartáktól. Ugye, hogyha van jó kapcsolat a vasnávokkal, akkor minden rendben lesz, akkor a többi majd könnyebb tisztítani, mert ez egy, ugye macári, ez egy legnehezebb dolog, és látjunk, hogy a daksa majd milyen szép eredményt fog kapni, ami nem lesz neki könnyű. Vannak tippek, hogy hogyan tudjunk megszabadulni, vagy megelőzni, mert lehet, hogy nincs is, megelőzni vasnáva parádát. Most nem kell filozófiai dolgokat mondani, dicsőteni kell baktákat, nagyon jó. Szolgálni, szolgálni, dicsőteni. Hát ugye van a, na meg igen, nem, mondtam nem filozófia, de van a hat, ugye? Dadati pratigrinati guhyamachati prichati, és ez a sat priti laksa. Lakshanam, ez azt jelenti, hogy része, és sat priti, priti a szeretet. Szeretetnek a hat gyakorlata. És ami most Aryadev Prabhu csinálta, emlékeztek? Ki volt Aryadev Prabhu a pénteken, ugye? Pénteken volt. Szerintem ő minden hatot egyszerre csinálta. Nagyon kedvesen beszélt mindenkihez, mert az a guhyám, ugye bizalmasat mondani, az nem muszáj, hogy egy minden pillanatban bizalmasan mindenkivel mondani, hanem kedves lenni, mosolyogni, és kedves szavakat mondani, az is egy jó gyakorlat. És amikor ott voltunk Aryadev Prabhunál, akkor ő már prasádamot készített, akkor mindenkit megetette, mindenkit kedves szóval ellátta, megdicsérte mindenkit, és volt ott éneklés, és lehetett látni, hogy mennyire bakták lelkesek voltak. És ez egy nagy példa, amikor mutatja, hogy ő például nem vár, mert általában mi jövünk ide, hogy kapjunk szeretetet. Mert nekünk mindannyian luk van a szívünkbe. Ez a luk méret, ez pont olyan méret, mint a rádésám. Csak mivel rádésám végtelen, akkor anyagi energiával lehet tömni végtelenig, élvezetek el ezt a lukat, nem lesz
végtelenségig lukas lesz a szívünk. És mikor valaki jön ide, akkor szeretne megoldást, ugye mondta Srila Prabhupát, akkor itt a megoldás, bhakti joga gyakorlat, és van a sadhu sangha, egyik fontos, hogy bakták nélkül nem lehet fejlődni. És általában még mikor jövünk, akkor várunk. Mikor már engem szeretnek? Mikor már fognak velem kedvesek lenni, meghívják, és így tovább. Arya Dev Prabhu példában, persze többet és több, nem csak Arya Dev Prabhu ezt csinálja, sokan csinálnak, én is voltam sok baktáknál, csak megerősíteni szeretnék, hogy ez milyen jó, és gondolom mindenki is érezte, amikor van ilyen gyakorlatok, hogy bakta, mert általában mondják, engem nem szeret senki, de meg lehet kérdezni, de te szeretsz valakit? Te tettél-e valamilyen erőfeszítés ahhoz, hogy szeressenek téged? Általában vannak elvárások. És pont a Vaisnava gyakorlat arról szól, hogy nem vár. Ő nem vár, hogy engem szeressenek, hanem ő fog. Akkor ő meghívja valamikor praszádámra, valamikor elmennek csak olvasni, elmennek biciklizni. Vagy még valahová, hogy legyen egy jó kapcsolat. Vagy hogyha nincsen, akkor nem lehet mindig ezt csinálni, akkor mosolyogni. Ugye ez a Guhyan Prichati, ez is ez a bizalmas kapcsolat baktákkal, amikor reggel találkoznak, akkor lehet egymásra mosolyogni. Nehéz, mert néha káosz van a fején, reggel fejünkbe, és nem tudom, ki szok a tükörben, így kívülről tükörben nézni magát, hogy hogy nézzek ki én, hogy ez a világ annál rosszabb, minden olyan világ vége van az elmémben. És erőfeszítés, nagy erőfeszítés, de hogyha mi gondoljunk, hogy Rádésjám, ő nagyon értékeli minden egyes baktát. És amikor mi egy baktához forduljunk kedvességgel, legalább rámosolgunk, vagy köszöntünk, akkor Rádésjám nagyon boldog. És lehet érezni, amikor mi sikerült nekünk ezt a nagy, lebontani ezt a jég, nem tudom milyen fal van az elmébe, amit így be, tudjátok, hogy kész, nem érdekel, segít! Befalasztom. Sokról, saját világban vagyok itt élek. De hogyha le tudjuk bontani, akkor egy felszabadult érzés lesz. Ha nem bontjuk le, akkor még a kirtánon olyan érzés, hogy a lábunk a vattából van. Próbáljátok meg felugrani, hogyha vattából van a láb. Nem lehet, ugye? És van egy hamis egónak a hátizsáka, amilyen tégla, beton lapok vannak, és akkor... De hogyha reggel korán csak rámosolyogtunk baktákra, Rádésjel mondta, hát ez milyen jó bakta, akkor rögtön jó kedve lesz nekünk, és tanuljon a kirtán, egész nap jó lesz. És hogyha ezeket próbáljunk gyakorolni, és minden apróságot észrevenni, mert megtanulni, figyelmes lenni Rádésjámra, akkor tudjunk, hogyha tanulunk egymásra figyelni, érzékelni, figyelni, akkor most például lehet észrevenni. Jó, vannak olyan bakták, akikkel minden nap barátkozok. De vannak olyan bakták, akik lehet már évekig csak köszöntem távolról. Akkor lehetne, hogy érdemes velük egy kis kapcsolatot építeni. Megkérdezni, hogy vagy, hogyha van lehetőség is Mahaprasadamot, vagy meghívni, kicsit vacsorázni, annyi sok minden lehet, akkor nagyon-nagyon jó, szép lesz. Szóval lehetne így, és akkor valaki gondolja, hát igen, én építenék a kapcsolatot, de engem ezek nem érdekelnek. Például valaki azt akarja a filozófiát olvasni. És akkor másik bakta mondja, hát én vele akarnék kapcsolatot építeni, de engem nem érdekel filozófia. De a igazság, hogyha én szeretnék, hogy ez a bakta értékes legyen számomra, akkor az, ami neki érték, az az én értékem kell, hogy legyen. És lehet, hogy engem amúgy annyira mély filozófia nem érdekel, de mivel ő engem érdekel, és őt érdekel a filozófia, akkor engem azért érdekel a filozófia, mert engem érdekel ez a bakta.
És ez sok mindenben. Valaki mondja, hát én nem szeretem tömegsportot. Amúgy tömegsport, ez kettő dolog. Egy lyuk, és ugye nem, ez nem filozófia, nem lelki gyakorlat egyáltalán, de viszont az mellett, hogy a testet is kell karban tartani, de a másik, hogy ott van pont ez a kapcsolatépítés. És valaki mondja, hát engem ez a tömegsport annyira nem, de hogyha szeretnék, hogyha gondolom, de nekem bakták fontosak, és hogyha én elmegyek velük, akkor jobb lesz a kapcsolatuk, és lesznek elégedettek és boldogok, akkor építek. És így lehetne, mert a szeretet erről szól. A szeretet az azt jelenti, hogy nekem az én boldogságom a te boldogságot, és akkor mi bakták között gyakorolunk. Hogy valaki jön egy bakta, és mondja, képzeld el, ez történt, és valamit elmondja, ami számára nagy esemény. Számunkra ez egy ilyen semmi. De mivel értékes a bakta, akkor mi mondjuk, hú, igen, milyen, és akkor támogatjuk. Így sok mindenben. Vagy valaki jön, hogy nehézsége, de nekünk hát ez egy nem nehézség. De mivel ő értékes, akkor mi együtt érzünk vele, elfogadjunk és támogatjunk, akkor így tud működni. Szóval a kapcsolat a baktákkal, hogyha az aparát minden, vagy anarták a figyelmetlenségből jönnek, ez nagyon fontos. Hogyha mi elkezdjünk figyelni egymásra, megszűnik mindent. Akkor még, és, mert ez Bhaktivinoda Thakur mondja, ugye, hogyha szent névre nem figyelsz, akkor lesz 10 sértés. Be kell már fejeznem. De hogyha tanulunk figyelni egymásra, akkor fogunk tudni figyelni szent névre, fogunk tudni figyelni Rádésámra, és utána csak idő kérdése, hogy a Krishna Prema szükű kutya kirobbanjon a szívünkből. Ezzel a pozitív nótán befejezem Leckét. Sisi Radha Shyama Sundar ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Grantara Srimad Bhagavatam ki jaj, Nithai Gaura Premanandi Hari Bol. Gaura Bhaktavrinda ki jaj.